Sziasztok! Ígéretemhez híven folytatjuk a sportfegyvereknek a tisztításáról szóló részünket. A mai videómban a revolvereknek a gyors tisztítását mutatnám be. Itt nem arról van szó, hogy nekiesünk és atomjaira szedjük a fegyvert, csupán arról, hogy egy lövészet után vagy egy verseny után hogyan tudjuk úgy karban tartani a fegyverünket, hogy az hosszú távon alkalmas legyen a lövészetre. Kecskés Róbert vagyok a Cigner Jakkártétől, és ma egy érdekes fegyvert, egy Ras Gasser revolvert fogunk karban tartani. Ez eléggé rendhagyó fegyver, de azért nagyon hasonló minden más revolver típushoz, tehát ugyanúgy dobja van, ugyanúgy a csövét meg kell tisztítani a lövészet után, illetve az elsütő szerkezetet itt majd látni fogjuk. Ezt egy Colt vagy Smith & Wesson revolvernél ugyan nem tudjuk megtisztítani, de azért majd megmutatom, hogy mire kell odafigyelni mondjuk az elsütő szerkezettel kapcsolatban is. Az első és legfontosabb feladatunk az, hogy töltetlenségét ellenőrizzük a revolvernek. Ez esetben ugye nem tudjuk kibillenteni a dobot, hanem a töltőnyílást húzzuk hátra, és körbeforgatva a dobot végignézzük az összes töltőnyílt, és hogyha nem látunk benne lőszert, akkor töltetlennek feltételezhetjük a fegyvert. Minden revolver tisztítása úgy kezdődik, hogy a töltetlenség ellenőrzése után, hogy a dobot kibillentjük, vagy ez esetben eltávolítjuk. Ez úgy történhet, hogy tulajdonképpen kivesszük a dobtengelyét, és kivesszük a dobot a fegyverből, így már szét is szerelt állapotban van. Amire energiát fordítunk, az három dolog lesz. A dobfuratokat kitisztítjuk, a csövet kitisztítjuk, illetve a fegyver felületét fogjuk megtisztítani. Az első lépésünk az, hogy a dobfuratokba befújunk valamilyen fegyverolajat. Ez esetben Ganex olajat használok. Nem szükségszerű, de valamilyen jobb minőségi olyan olajat használjunk, ami feloldja nem csak a lőpor égéstermékeket, hanem az olmot és egyéb lerakódásokat is, és megóvja a fegyverünket attól, hogy a korrózió elhatalmasodjon rajta. Tehát befújtuk olajjal. Következő lépés, hogy én a műanyag tisztító kefét fogom használni, ugye a tisztító készlet a tisztító pálcából és három keféből fog állni. A három kefe a műanyag kefe, a bronz vagy részkefe, illetve egy filc tisztító fej, amivel majd a végén kihúzzuk a csövet. Az első lépés, hogy az olajat teljes felületen fölvigyük a töltényűrökre. Most fölvittem, én ilyenkor egy pár percre vagy egy kis időre félreteszem a dobot, illetve a fegyvert, hogy hathasson rajta az oldószer, illetve az olaj, az olajban található adalék. Ugye a következő lépés az, hogy a fegyver csövét fogjuk megtisztítani, befújunk. Én a töltényőr felől is be szoktam fújni. Ezt követően ugyanaz az eljárás, tehát a fegyvercsövén átkelem az olajat, hogy mindenhova jusson belőle bőségesen. A revolvereknél csak nem alkalmazhatjuk azt az elvet, mint a öntöltő pisztolyoknál, hogy a töltényőr felől tisztítunk. A cső vége felől, a torkolat felől tudunk tisztítani. Tehát nagyon-nagyon vigyázzunk, hogy a torkolat éppen maradjon, hisz ez befolyásolhatja majd a lőpontosságát a revolverünknek. Olajat fölvittem, következő lépés az intenzív tisztítás. Ilyenkor lehet még alkalmazni féktisztítót is, hogy a felgyűlt szennyeződést az olajjal együtt kivigye a dobból, illetve a csőfuratból. Én ezt most nem használok, most egyből a bronzkefés tisztítást fogom alkalmazni. Előtte még egy picit
még egy picit befújom olajjal a dobot, és akkor szépen minden töltényőrt át tisztítok. Ugye értelemszerűen, hogyha ez a dob kibillenthető dob, akkor mindezt úgy fogjuk elvégezni, hogy a fegyver is a kezünkben van a dobbal együtt. Megtörtént ez az intenzív tisztítás, most ugyanezt elvégzem a csőnél is. Néhányszor áttisztítottam. És az utolsó tisztítási fázis, ez a rongy tisztítófej. Ugye sportfegyvereknél nem szükséges teljesen zsírmentesnek lenni a fegyvernek, illetve akkor javaslom, hogy teljesen zsírmentes legyen, hogy konkrétan a verseny előtt nincs alkalmunk néhány próbalövést tenni a fegyverrel. Ugye hogyha bennmarad a zsír vagy olaj a fegyver csövébe, akkor ez hát a pontosság rovására mehet. Minden esetre, hogyha gyors karbantartást végzünk, használhatjuk ezt a rongykefét, mert hogy nem is baj az, hogyha a szekrénybe rakás előtt egy pici olaj marad a felületen. Ugyanezt elvégezzük a csőnél is. Belenézünk a csőbe. Látjuk azt, hogy a szennyeződést eltávolítottuk belőle. És a következő lépés az, hogy a fegyver felületére került új lenyomatokat. Egy nagyon kevés olaj és rongy segítségével eltüntessük. Mindenhonnan a tűzfal belső felületéről is. Így gyakorlatilag megakadályozzuk azt, hogy az új lenyomatunk, illetve a savas izzadságunk korróziót váltson ki a felületen. Mutatnék még egy érdekességet ezzel a fegyverrel kapcsolatban. Ugye ez egy olyan fegyver, ahol a szerkezetet meg tudjuk vizsgálni. Tehát itt látható a kakas, illetve az elsütőemelő, a rugó, még hogyha leveszem a markolatot, akkor még jobban látszik a kakasrugó is. Tehát ilyenkor, hogyha látjuk a szerkezetet, vagy a Smith & Wessonnál, Taurusnál szét tudjuk részlegesen bontani a fegyvert, akkor azt ellenőrizzük le, hogy az égéstermék, ahogy a szerkezetbe bejut, mert be fog jutni, tehát hátrafelé is elindul az égéstermék, akkor ne okozzon olyan lerakódásokat, amelyek a szerkezet finom működtetését lehetővé teszik. Tehát, hogyha látunk benne valami olyan szennyeződést, akkor azt rongyal ki tudjuk gyorsan törölni, illetve külön zsírozni, olajozni a szerkezetet nem feltétlenül szükséges, hisz ahogy mondtam, a zsír, illetve az olaj az összegyűjti az égés termékeket, és később ez fogja a fegyver elakadását, vagy a sütésnek a finomságát befolyásolni. Jó, akkor gyorsan összerakjuk a fegyvert. Visszahelyezzük a dobot. A dobrögzítőt letöröljük, kis olajat teszünk rá, hogy finoman helyre tudjon csusszanni. És már is a helyén van a dobunk is, összeraktuk a fegyvert,
egy gyors utolsó áttörlés után igazából a fegyver visszahelyezhető a tárolóhelyre. Remélem tudtam segíteni a revolverek karbantartásával, gyors karbantartásával kapcsolatban, hogyha igen és hasznosnak találtátok a videómat, kérlek küldjétek tovább barátaitoknak és ismerőseiteknek is, hát ők is tudnak tanulni ebből a videóból. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, szép napot kívánok!